A tűzszerészeknél a tapasztalat a legfontosabb, a rendfokozat semmit sem számít. Ami mondjuk egy klasszikus katonai szervezethez képest eltér, és egy kicsit másként is működünk, ezt úgy észre is szokták venni más alakulatok. Mi az, amit a leggyakrabban találtok? Amit a leggyakrabban találunk, az, ami itt látható, ez egy 82 mm-es szovjet aknavető gránát. Ez az, ami a leggyakrabban fordul elő tűzszerész járő feladat során. Ez hogy működik? Ez úgy működik, úgy működött, hogy ugye egy csőbe ejtették ezt bele, és ezt a csőből lőtték ki. Majd a becsapódásnál, ugye amikor ez átfordult a gyújtószerkezettel lefelé, a becsapódáskor a gyújtószerkezetet a talaj beütötte, vagy a célközeg beütötte, és akkor robbant fel. Ha kilőtték, akkor azért tekintjük veszélyesebbnek, mert nem lehet pontosan tudni, nem lehet pontosan megmondani, hogy a gyújtószerkezetben az édesítési folyamat hogyan ment végbe, végbe mente, vagy csak hol akadt meg, vagy egyáltalán el sem kezdődött. Több száz ilyet találtok évente, de azért néha sajnos becsúszik hiba. Igen, ilyen eszköztől három kollégánk halt meg, kettő balesetben is az elmúlt 15 éven belül. Sajnos előfordul az, amikor kilőtt állapotban sérült gyújtószerkezetet, de olyan helyszínen találjuk meg, ahol nem tudjuk felrobbantani. Az egyik esetben például egy benzinkút mellett találták meg az eszközt, és a kolléga megpróbálta a gyújtószerkezetét eltávolítani, és ezzel hatástalanítani az eszközt, sajnos ez nem sikerült, és ott az eszköz felrobbant. A mi tűzszerészeink, a mi járőrparancsnokaink, a mi tűzszerész katonáink nagyon felkészültek. Ismerik, tudják, mire vállalkoznak. Tudják, hogy a halállal szemben vannak nap, mint nap, és azt az esélyt kell megadni számukra, hogy ez mindig ők jönnek ki belőle győztesen. Hát ez nem egy könnyű dolog természetesen. A legmeglepőbb talán az mégis az volt, amikor egy juhászkutya nyakában találtunk egy ilyen típusú kézigránátot, ahol a juhász ezt akasztotta a kutya nyakába kolomb helyett. Ha már a gránátoknál tartunk, nézzük, hogyan hatástalanítják. Ez egy kézigránát, amihoz nem igazán szeretünk hozzá nyúlkálni. Itt most, mivel lehet is hallani, hogy vonatok járnak mellettünk, nem szeretném lezárni azért a kis eszközért az egész vasútvonalat, mivel ez egy fő vasútvonal Seregés és Fehérvár között, ezért annyi, hogy egy figyelőt fogok kiállítani, és hogyha jön valami vasúti szerelvény, akkor abba hagyom a munkát. Ez mitől fokozottan veszélyes? Van benne egy olyan mechanizmus, hogy igazából a működésénél bármilyen szögbe csapódik be a kézigránát, ha egyszer kiélesedett, akkor az el fog működni. Ha valamilyen úgymond szerkezeti hibája volt a gránátnak, vagy pont szerencsétlenül esett le, vagy puha talajba, akkor ez a mechanizmus ez nem működött. És igazából pont ezért, hogyha ez egy kidobott, tehát alkalmazásra került kézigránát, ez a legkisebb mozdításra is robbanhat. Egyesült a kettes, pirosan villogott a átkelő út, szerintem volna fog jönni. Egyes, nyugtáztam, várok. Az ejtőkar olyan állapotban van, hogy egyszerűen érsz hozzá és pereg szét. Tehát próbáljuk meg annyit, hogy földfúró, egy szármély, rá egy 75-ös, rögzítjük egy tűzszerész szalaggal, meg mellé a robbanóanyagot, és megpróbáljuk úgy leereszteni, hogy ne legyen belőle baj. De térjünk vissza a krumpli földre. A járőrparancsnok az autóhoz hozza a lövedéket, és homokágyba teszi. Azt említetted, hogy ennél a robbanótestnél nagyon fontos, hogy attól lépne gyakorlatilag működésbe, hogyha ütést kapna. Itt most nem tud ez ütést kapni?
kaphat ütést abban az esetben, hogyha valakinek ilyen a gépjárművünknek, tehát valamilyen közúti balesetet szenvedünk. Ezért is, hogyha robbanótestet szállítunk két cím között, vagy éppen az adott robbantási területre, minden esetben a megkülönböztető jelzés, tehát kék lámpa az úgymond villogni szokott, hogy felhívjuk a környezet figyelmét arra, hogy fokozottan figyeljenek a gépjárművünkre. Viszont itt a homokágy az biztosít neki egy olyan védelmet, tehát annyira stabilan fogja a lőszert környezetében lévő homok, hogy az nem mozdulhat el, külső behatást nem érheti. Iránya robbantási terület. A csapat a volt homokbányába először egy 1,5-2 méteres gödröt ás. Ha kész, beleteszik a matalált robbanótesteket. Ezek ugyanis első ránézésre is olyan instabilak, hogy egy hosszabb út már nem lenne velük biztonságos. Elsődlegesen is elhelyeztem a 45-ös pálcagránátot, ami kevésbé veszélyes. Ennél ezt a mozzanatot még le lehet filmezni, ezt meg lehet nézni. Viszont akkor, hogyha hozom majd a másik gránátot, a 88-ast, ezt már nem lehet, mert ugyanazok a úgymond biztonsági rendszabályok állnak fenn, mint mikor kihoztam a szántóföldről. Ezután megszereljük a gödröt, és azután már csak mi lehetünk itt a helyszínen. Veszélyes lesz most? Veszélyes, mindenféleképpen veszélyes lesz, ugyanis nem tudjuk, hogy szabadul-e ki repesz a gödörből, vagy pedig nem, ezt sose lehet előre megjósolni. Ezért is vannak robbantás közben is biztonsági távolságok, amit kötelező betartani. Mennyire fog ezt téged megvédeni bármitől? Az a baj, hogy ezeknél az eszközöknél, tehát 100%-os védelmet semmi nem biztosít, csak a távolság. Ezek a védőeszközök arra szolgálnak, hogy ha esetlegesen mégis bekövetkezik a robbanás, ne szenvedjék olyan halálos sérüléseket, ami utána már nem tudnak visszafordítani. Igazából maga a külső felülete az egy nagyon erős kopásálló anyagból készül, viszont a belső az 1 cm vastag kevlárszövet. Ez ugyanolyan anyagból van, mint igazából a gyakorlónk vagy bármelyik ruhadarab, viszont maga a szálaknak a kialakítása továbbá a szövés, mint olyan, hogy akár egy pisztolylövést is közelről megfog. És az? Ez csak egy általános ilyen málha mellény, amibe be tudom rakni a szerszámot, a gyújtacsokat, tehát elősegíti a munkámat, ugyanis ezen kívülről nincsen még zsebet. Mekkora robbanótesttől védene ez meg téged, vagy mekkora robbanástól? Van erre valamiféle határ? Hát igazából egy kézigránát robbanásától megvédene. Itt is persze a lágy részek, mint a kezem vagy a lábaim, ezek sérülnének. Viszont egy nagyobb robbanóeszköztől, mint amiket most is kezelünk, ezektől igazából 100%-os védelem nincsen. Ez a mozzanat a legveszélyesebb, hiszen a tűzszerészek a homokdűnéken keresztül a kezükben viszik a gránátot a robbantási gödörbe. Villamos gyutacsokkal, vagyis a bányákban is használatos technikával, elektromos indítással hozzák majd működésbe, ahhoz persze már mindenkinek el kell hagynia a területet. Tiszta a terület, vagy látni valami mozgást? Tiszta a terület. Robbantás 2 percen belül. Hogyha robbantást végzünk, abban az esetben általában a földrögök vagy repeszek felülről fognak az ember fejére esni. Vagy vízszintes irányban, de azért vagyunk a gépjármű mögött, hogyha esetlegesen ez megtörténik, ami nem szokott, akkor az is védelmet biztosítsa nekünk. A gödörből repeszek jöhetnek ki. Ezek vékony búgó hangot, olyan, mint egy kis motor, olyat adnak ki magukból, vagy pedig mély öblös, olyan, mint egy igazából egy dikacsordának a dübörgése. Hogyha ezt a kettőt hallja bárki, úgy is szólni fogok, és akkor minél jobban a gépjárműnek az oldalához hozzá kell tapadni. Miután elhangzik a 3 vigyáz robbantás felszólítás, az Edina megnyomja a gombot, megtörténik a robbanás. Körülbelül fél percig mindenki maradjon csendben. Ugyanis ezek olyan sebességgel szállnak ezek az apró tárgyak, hogy nem lehet látni őket, csak hallani, és maga a hang alapján tudom azt megállapítani, hogy fedezékbe kell vonulni, vagy biztonságban vagyunk. Csendben leszünk, nehéz lesz. A robbantás most jól sikerült, és repesz hangot sem hallottunk. Ilyenkor azonban még a járőr parancsnoknak vissza kell mennie ellenőrizni a területet.
Azokat a robbanótesteket, vagyis például bombákat, gránátokat, lőszereket, amik stabilabbak, egy közös, úgynevezett gyűjtőrobbantáson semmisítik meg a honvédség tűzszerészei. Általában a minél mélyebbre szoktunk esni, ezáltal a talajvíz szokta meghatározni. Ez lehet 3-4 méter is, de valamikor csak 2 méter. Viszont ez mindig úgy van, hogy ha nem tudunk mélyre esni, akkor annál több földet termelünk rá. És egy gödörben 250 kg anyag lehet benne, ez úgy, hogy a robbanótestek és a robbanék mennyisége is ez a maximum. A módszer itt is hasonló, de sokkal többen készítik elő a műveletet, és nem csak a gödör nagyobb, sokkal több a robbanóanyag is. Vigyázz, robbantás! Vigyázz, robbantás! Vigyázz, robbantás! Egy 50 kilós bomba volt elhelyezve, és nem maradt belőle semmi. Csak ez a gödör, úgyhogy 100%-os a megsemmisítés. Ennél egyébként mélyebbre ástatok, vagy ezt hogy képzeljük el, hogyha most összehasonlítunk? 2,5 méter mélyen volt. Annyit a nézők nem láthattak, meg nem érezhettek, az a furcsa és egyébként nagyon élvezetes jelenség volt, amikor a robbanás után egy nagyon rövid idővel alattunk is megmozdult a föld. Igen. Ez a laza szerkezetű talaj miatt van? Nem, hát ez a robbanás ereje. Ez de ilyen, az, hogy ennyire jól érezhettük? Hát azért, mert ez több mindentől függ. Például most attól, hogy nedves a talaj, és a hullámok sokkal jobban terjednek benne. Amíg vége nincs, hogy csak itt a gödrök maradtak, addig folyamatos a veszély, mivel éles gránátokkal dolgozunk, itt bármi előfordulhat. Ugye lehetett látni, hogy a gödör hiába betemetjük, előfordulhat, hogy a repesz kirepül, valakit eltalál, úgyhogy bármi előfordulhat. Azért egy katonának van egy olyan imidzse, hogy a katona nem fél, a katona nem szoronghat, a katona hős, a katona bátor. Önmagukkal szemben is ez az elvárásuk egyébként, ami természetesen nem fedi teljesen a valóságot, hiszen a katona is csak ember. Nekünk ez csak a mindennapi munka. Közben meg életeket mentetek meg ezzel. Adott esetben akár igen. Minden egyes tűzszerészeknek van a saját bombája, ami rajta van a neve, és hogy megtalálja vagy nem, az a szerencse kérdése. Az ember elhasználódik ebben a történetben, akár bevallja, akár nem vallja be. Azért nap mint nap veszéllyel szembesülni, igen, elhasználja a szervezetet, kimeríti a szervezetet. Mindig megvan az a úgymond aprócska kis nüansz, malőr, amivel esetlegesen az életét vesztheti a tűzszerész egy ilyen munka közben. Én magammal is fel kell dolgoznom. Reggelente, amikor elküldöm őket dolgozni, akkor nagy szónak hangzik, de nem tudom másképp megfogalmazni, így igaz, nem tudom, visszajönnek-e est. Bár a tűzszerészek mai munkája a véget ért, országszerte annyi robbanótest hever szerteszét feltáratlanul, hogy a következő 50-100 évben még biztosan lesz munkájuk. Két hét múlva megmutatjuk önöknek azt is, hogy mit csinálnak a tűzszerészek háborúban, de nézzük, hol van Kilián. Izgalmak a következő adásban is lesznek, hiszen piaci razziára indulunk a Nemzeti Adó és Vámhivatal járőreivel, és a hamis áru felderítése közben egy látványos autós üldözésen is részt vehetünk. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!